és a továbbiakban nem létező szavakkal fogunk foglalkozni. 0630 011 07 25, ez olyasmi, amit interaktívvá tehetünk. Én sejtem, mire megy ki a játék. Van egy kedves hallgatónk, aki egy Satzper KB nevű oldalt visz. Satzper KB nyilvánvalóan ezt az egybeírást is tagadja, és ő kifejezetten rámegy ezekre. Én valamikor 10 évvel ezelőtt egy csomó internetes kisbarátot szereztem egy gyűlölt szavak nevű csoport segítségével, és hasonlóan... Igen, és egyébként meg a sík ideg is nagyjából ezeket dolgozza éppen fel. Ez egyébként szerintem újra és újra ki kell dühöngenünk magunkat ezekkel kapcsolatban. De te hogy fogalmaznád meg, Dávid, hogy melyik szavak nem léteznek szerinted? Most itt az előbb beszéltünk róla, még ment a nem is tudom micsoda a hírbeolvasás. Ezt nem tudhatják a hallgatók meg. Mi nem ilyenkor mi nem beszélünk, nem amikor a zene van. Mi énekeljük azt a számot, ami megy. Mint amikor a Dallas végén úgy állnak egy hétig, és jövő héten majd megmozdulnak újra. Hogy igen, hogy mi ezt máshogy értelmeztük, én inkább a részben a saját hát ilyen kis mikroszorongásomat igyekeznék ezzel a témával oldani, ugyanis én inkább ilyen főnevek felé vinném el, amiket így nem vagyok benne biztos, hogy mint szót vagy kifejezést, ez csak a mi családunk használja el, tehát hogyha összefutok valakivel, és én ezt használom előtte, akkor ő most hülyén fog-e rám nézni, meg fogja kérdezni, hogy én ezt miért így hívom, meg minden. És hogy, például a cipődet úgy hívtátok otthon, hogy csucsuka, ami benne van, hogy csuka, de ha azt mondod, hogy csucsuka, és mondjuk oda mész, hogy pillanat, mindjárt jövök, csak megmosom a csucsukámat, akkor nagyon hülyének fognak nézni, hiszen nem tudják, hogy midet mosod meg, de valami teljesen más feltételeznek. Mára megtanultam, hogy ez a ketchup-ketchup kapcsolat így nagyon gyakori emberek között, hogy melyik, tehát egy ilyen... Hogy melyikes? Hát elképzelem ezt. Ilyen szó sincs, hogy melyikes, azért kérdezem. Ilyen polgárháborút tudnék elképzelni ehhez egyébként, hogy vannak a ketchuposok, meg a ketchuposok, de arra emlékszem, hogy mi mindig ketchuposak voltunk. És arra emlékszem, hogy nekem volt egy barátom még régen, tényleg egészen fiatalok voltunk, és bennem mindig egy ilyen, mert ő meg ketchupnek mondta, és ez bennem mindig okozott egy ilyen nagyon frusztráló érzés, és úgy éreztem, hogy oké, ő ketchupnek hívja, én nem fogom ketchupnek hívni, köszönöm szépen, de nem fogom kimondani előtte soha azt, hogy ketchup, mert a végén még azt fogja hinni, hogy aha, tehát te nem velem vagy. Te az én kurzusomon kívüli vagy, és akkor ilyen ellenségességet fog felém diktálni. Azóta is ketchupos vagyok egyébként, tehát hogy meg ez a ketchup engem egy kicsit mindig így idegesített, amikor a Varró Dani azt mondja, hogy lecsöppenő, ketchupbenő, akkor ezt elnézem, de egyébként meg így ez a ketchup engem mindig így szavart. A rím kedvéért szabad ketchupölni. Hát igaz? Persze, licencia, igen. És szóval, hogy arról van szó, de most ez nem egy olyan szó, ami nem létezik, hanem arról van szó, hogy a ketchupot, azt ketchupnak kell ejteni angolul. De itt, mivel hogy mi egy ilyen félbalkáni gyarmat vagyunk, ahova a kultúra is szekérrel jön, ezért aztán, és nagyon lassan ér ide, és mire ide ér, addigra már nem is emlékeztet önmagára, annyira ellepte a sár. Ugye itt a magyar ugaron még vannak olyanok, akik ketchupnek hívják, mert valamiért, valamikor réges-régen valaki azt mondta rá, hogy ketchup. És ez így beépült, és ez így rögzült a magyar tudatban. Egyfajta szigetországi átirata közelebb volt az ő betűhöz. Tehát az értem, hogy egy amerikai ketchupnak mondja mondjuk, de azért az angoloknál el tudsz képzelni ilyen ketchup, meg mindenféle ilyen, tudod, ilyen olyan furán hullámzó hanglejtéseket, amiből a végén őként jön. Nem az zavar egyébként engem, hogy így átírunk szavakat, vagy átköltünk szavakat, tehát szerintem sokkal hangzatosabb azt mondani. Nem átköltünk, hát rosszul ejtünk. Na, de hát miért? Hát az miért számít szerinted rossz ejtésnek, hogyha azt mondod, hogy hát igen, és akkor egész nap a Harry Potter könyveket bújom, a Harry Potter helyett, tehát hogy itt megint arra van szó, hogy akkor miért nem ejted úgy, hogy Harry Potter? Meg nem könyv, ilyen, hanem kanyv. A ketchup mintájára legalábbis. De tudod, ezek nem, ez, itt szó nincs arról, hogy a ketchup szó ne létezne, csak az a kérdés, hogy hogyan ejtjük, és akkor van, aki így ejti, van, aki úgy. De nem ezt ígérted. Igen. Azt ígérted, hogy olyan szavak lesznek, amik nincsenek, de mi használjuk őket. Mondok akkor rögvest kettőt, amiben nem vagyok biztos, de előtte beszéljük meg, hogy ti ketchuposok vagy ketchuposok vagy. Én ketchupos vagyok. Ketchupos vagyok. Akkor jó, folytatjuk. Gyűlölöm a ketchupot, tehát nem fogyasztom. Ezért aztán, amikor kiejtem, akkor is a nem előtaggal ejtem ki. Nem, köszönöm, nem kérek ketchupot.
bele. Nem ketchupot nem kérsz, hanem ketchupot. Na nyissál meg, vagy én nyitok. Szóval, hogy én nyitok, az egyik az, hogy arra vagyok kíváncsi, hogy ezt az extrudált kis rudacskát, amit a kisbabák nagyon szeretnek chips helyett fogyasztani, ezt felétek hogy hívják? Baba piskotáról beszélünk? Nem, ez a sós. Kuki? Valaki így hívja, nálunk kukónak hívták, vagy hívják például a mi családunkban, és nem vagyok benne biztos, hogy ez a kukó szó, ez létezik. De nem szerepelt még termékcsomagoláson. Tehát ezzel benyitsz valahová, mondjuk egy ilyen buliba végre elhívnak, ahol 35 nagyon jó nő van, meg itt szórják a pénzt és az ingyen pesgőt, és hoztam kukót, és akkor mondják, hogy hát akkor vidd is haza, köszönöm. Dávid, légy szíves, olyan szavakat nevezzél meg, amiket használnak Magyarországon. Magyar nyelvterületen. Ezt onnan tudom. Ezt a onnan te tudom. Családodban, igen, a te családodban. Igen, csak aztán összejöttem a barátnőmmel, aki meg a Somogy megyében lakik, tehát tőlem nagyon veszi, és az ő családja is így hívja. A hallgató írja, hogy őt Fütyinek hívják. De gondolom azért, mert Kuki a neve, de kukoricából van, gondolom azért Kuki a neve, nem azért, mert egy Fütyi. Téged meg a csajodat az ég is egymásnak teremtett. Ez a kukószabály ezt garantálja nektek. A boldogságot. A ti összetartozásotok az nem innen, ebből a világból, hanem a magasabb szférákból való, és onnan ereszkedett alá ide a földre. De ettől még ez a szó, hogy kukó nincs. Nincs. Nem, ez nem egy véleményes dolog, hogy hát szerintem ez a szó nincs, csak használják, nem használják, legfeljebb a ti családotokban, és az mindig is egy család volt, csak ti nem tudtatok róla. De és mostanra ez a család kvázi egyesült. Most ezzel nem oldott, hanem erősített bennem ezt a mikroszorongást, ami már lehet nem is annyira mikro, hogy rosszul kell éreznem magam, hogyha ezt a szót használom. Úgy tűnik, nem kell rosszul érezned magad, de csak ez megint nem egy olyan szó, amit használnak, de nem létezik. Akkor mit szóltok ahhoz, hogy cicista? A gyerek még cicista? Szopizik-e még? Soha életemben nem hallottam ezt a nézd, kifejezést. Nézd, hashtagként is előfordul, tehát ja. Ez egy feltörekvő kifejezés. Értem. Úgy mondja, hogy a anyatejjel való táplálkozás ideológiáját nevezi meg igen, de, cicizmusban. De én azt gondolom, hogy ez nem, semmi nem utal arra, hogy ez a szó ne létezhetne. Legfeljebb eddig még nem használta senki. Legfeljebb nem nagyon tudjuk megnevezni azt az illetőt, akinek a száját valaha is elhagyta. Valahol láttuk már leírva, ez egy ilyen modorosság. Most össze kell gyűjtenünk egy csomó szót, vagy mindegyiknél meg kell hallgatnunk, hogy te nem vagy elégedett, mert ez igazából létezhetne is. Akkor mit szólsz ahhoz, hogy a 4 órási busszal megyek? Uh-huh. Hogy lehet-e ilyet képezni, kétszer képezni egyáltalán? Most nem értem, hogy... Ja, értem, mert a 4 órakor induló, 4 órakor érkező, a 4 órai... Az a lényeg, hogy a 4 órás az már képezve van, és amikor az itt mögé rakod, akkor nem tudom elképzelni második Erzsébetet, amint elfogyasztja az 5 órási teát. És Szilvási György? Ez is Szilvási. Igen, a Szilvási György egyébként. De tudod, nincsen igazad, mert a Szilvás az a Szilvához tartozó. Viszont a Szilvási, valójában az egy Szilvához tartozó. Na jó, hát az órás is az órához tartozik. Az órás az órához tartozik. Az órási az óráshoz tartozik. Tehát órai, nincs még valami, tehát a Szilvási, az a nőtt egy csomó szilvafa, és arról egy települést elneveztek, onnan jött egy ember, vagy esetleg azt uralta, mint földesúr, attól függ, hogy ível vagy y-nal írod, lehet következtetni, hogy melyikben vett részt, ő lesz a Szilvási. Na, a lényeg, hogy a Szilvás az a Szilvához tartozik, a Szilvási az meg a Szilvaligethez tartozik. Aha, értem. Tehát érted? Igen. Vagyis a Szilváshoz. Világos, igen. Na. Akkor most mondom, hogy én mivel érkeztem, én azzal a szóval érkeztem, ami szerintem nem létezik, de használják, és rendszeresen jön szembe, és mindig egy kicsit fölszisszenek, meg mindig egy kicsit elpirulok, meg egy kicsit elszégyellem magam, de soha nem hozom szóba, amikor elhangzik, mert most miért nyelvtan náciskodjak, ez a kitaláció. Ez a szó nincs, hogy kitaláció. Már hogy is lenne? Egy magyar tőhöz hozzárendelsz egy latin toldalékot? Ez szaporodni képtelen, szerintem ez egy összvér. Kitaláció. Igen, tehát ez egy zsákutca. Ez a nyelv evolúciójának az egyik zsákutcája. Ha azt mondaná, hogy fantazmagória,
akkor azt mondanám, hogy ez igen, ez jelenti azt, és ez ráadásul nem egy magyar tövet egy latin képzővel gyalázunk szét. Ha azt mondja, hogy kitalálmány, én értem, kicsit modoros, de legalább magyarul van, és értem, mit akar mondani. De ez, hogy kitaláció, ezt ki hozta létre? És miért gondolta azt, hogy így működik egy szó megalkotása, hogy kitaláltság az legyen egy kitaláció, hiszen az ilyen cióképzőkkel el tudunk látni bármilyen magyar tövet, és az a ságség értelmével fog járni, akkor, nem? Akkor viszont most idézzük ide ilyen félbevágott terhes nyulak és pentagramok közepén az unszimpatikus szót. Jó, hát az közbotrány az a szó, az egyáltalán nem létezik. De ott neked kell egy görög és egy latin kompetencia, míg a kitalációnál a magyar kompetenciával legalább rendelkezel. Nem is igazán az zavar, vagyis hát nyilván így zavar, meg jól levezetted itt a kitaláció esetében ezt a bilingualitást, ami az egészben így aggályos lehet. Én is ott számlázok. Engem meg jó, hogy nem értek ehhez. Engem ebben az egészben az zavar igazán, hogy az un, mint német fosztóképző, és a szimpatikus. Mint görög. Mint görög. Görög, hogy ez az un és ez a szim, ez kiüti egymást. Igen. Tehát van a szim az a valamivel együttműködni, az un az meg a valami nélkül. Igen, tehát arról van szó, hogy van itt egy görög nyelvű tövünk, tartozik hozzá egy görög nyelvű toldalék, vagy ami fogalmazunk úgy, hogy képző, igen, egy képző, majd kap egy német képzőt is. Igen. A már képzett görög szó. És úgy, hogy a két képző, az kiüti egymást egy mortálbombat. Igen, hiszen a szimpatikus az eleve a rokonszenves, az unszimpatikus, az germánul rokonszenvestelen. Tehát ellen rokon. Vagy csak szenves. Simán egy patikus. Akkor de az arról van szó, hogy antipatikus. A szimet kell leváltani, igen, az un görög megfelelőjére. És antipatikus. Ami tök érdekes ebben az egész görög képzős történetben, hogy ugye nekik van az a fosztó képzőjük is, hogy a. Tehát csak simán az a. És ezt úgy magyarázta el egyszer nekem valaki, hogy az anti az valaminek az ellentéte, az a az meg valaminek a hiánya. És amikor csak két opció van, például ugye a szimmetria, tehát a metrikusság és az együttműködés, mint szim, ott hát most vagy szimmetrikus valami, vagy nem, és épp ezért ott kétféleképpen is mondhatod, tehát mondhatod azt, hogy valami aszimmetrikus, mi ugye ezt építettük be a nyelvbe, de hogyha azt mondod, hogy a szimet teljesen elhagyod, és antimetrikus valami, az is pontosan ugyanezt jelenti. Tehát ezt akár kétféleképpen is mondhatnánk. Ilyeneket kapunk SMS-ben, hogy nézegelődni. Én nem hallottam hát, még ezt a mondani. Én nem hallottam, még a nézegelődni, csak a nézgelődni. Mert elírta. Igen, de jó, nézelődni, az értjük, de hogy azt jelenti. De azt, nézgelődni, azt nem szoktad hallani? Én nem szoktam hallani, de ez nyilván a modor... Én használom direkt. De ez a modorosság szándékával hangzik el. Tehát nem arról van szó, hogy valaki nem ismeri azt a kifejezést, hogy nézelődni, és ezért úgy használja, hogy nézgelődni, hanem ő szeretne egy kulturális réteget, amit jobb lenne, ha megspórolna, hozzárendelni ehhez, hogy nézelődni, és ezzel szeretné kifejezni a maga szabatosságát, ehelyett meg hát hogy a modorosságát fejezi ki. Olyan igen. Ez, mint a hazudgálni. Nem rendesen nézelődök, ahogyan valaki, aki rendesen oda teszi, hanem csak úgy nézgelődök. Ez nem is igazán nézek. Ez hogy a nézeget és a nézelődik szerelem gyereke? Nézeget. Hát, vagy inkább törvénytelen fatya. Milyen radikális valaki. Debil főnököm a kagylós tésztát, kagylósos tésztának mondja. na ilyen, amikor én azt hallom, hogy kínaias csirkét csináltam. Hogy tudod, az olaszost, azt úgy érteném, de a kínai is talán. Az akkor, hogyha az olaszos, kínai akkor az csirkét, kínás, de... nem? Vagy... Ja nem, mert ugye az olasz, kínai... az mind melléknév van, viszont a kínai, az meg főnév. Hát... Aha, értem. Valójában kínai csirkének kell lennie, de Hawaii-ias pizza meg valahogy nem jött létre mégse. Beidézek még egy főnevet, amiben viszont már nem olyan nagy az egyetértés a barátnőm is köztem, ez a cuca szó, hogy ez vajon létezik-e? Tehát az, hogy fülcuca, vagy valami ezt... Én megint nem tudom, hogy nem miről beszélsz. Nem létezik. De létezik, Robi, csak te még nem hallottad soha, mert nem mozdulsz ki a kis buborékodból. De én értem, hogy a csajoddal szoktatok ilyen szeretett szavakat, meg ilyen becézéseket használni egymásról, hogy cuca, pont, hogy... meg kicucázom a füledből, de ezek nem léteznek, higgyed el. Közös progi. A brown sugar
füléből cucázt ki. Azt írja a hallgató. A csokréta is ilyen szörnszülött, nem? Balázs írja. Hát már hogy ne? A csokréta az ugye a bokréta és a csokor fattya. És akár a bokor? De szép. Ez viszont legalább szép. Tehát ebben benne van ez a szándék. Én ezt el tudom fogadni, mint egy ilyen nyelvújítói szándékot. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral itt a Spirit FM-en. Folytatjuk a nem létező szavak gyomlálását. Itt a stúdióban Börzsei Dáviddal, aki egy mozgalom. Itt van például az a kifejezés, hogy iszonytatóan a kedves hallgató írja, az ilyen konyhafőnökös, hogy az Ákosséftől hallja rendszeresen ezt a kifejezést, hogy iszonytatóan, de ez a szó nem létezik. Én ezt meg tudom erősíteni. Iszonytatóan. De várj, ezt akkor bontjuk le. Egyáltalán mit jelent az, hogy iszonytató? Iszonyatot kell, de ő ezt mindig pozitív konnotációban használja, tehát iszonytatóan finom. De hát miért kéne ettől megijedni? Nem megijedni az iszonyat, az nem ijegységet jelent. Az egy erősebb kifejezés, mint az undor. Az undor az undoradik hatványon, az iszonyat. És amikor azt mondja, hogy iszonytatóan finom, az azt jelenti, hogy annyira jó érzés elfogyasztani ezt az ételt, hogy pánikrohamom lesz tőle. Felidéződik anyám főztje, aki remekül főzött, de rendszeresen vert a fáskamrában. És most ez az íz előhozta a fáskamra emlékét. Nagyon finom, nagyon jól főzöl, csak úgy, mint az anyám, de nem szeretném felidézni azt az élményt, amikor anyám a fáskamrában agyonvert. De és ez az iszonytatóan, tehát hogyha ezt most megpróbáljuk lebontani, akkor szerintem itt a legelejét kivéve teljesen helytáll minden képző, ami ezen rajta van. Tehát most azt nézzük meg, hogy ez a szó, hogy iszonytat valami, tehát hogy iszony kelt. Iszonyt okoz valaki a másiknak, az az iszonytat. És akkor lehet valami iszonytató, és csinálhatsz valamit iszonytatóan. De ami iszonytató, az iszonyú. Tehát, igen, hogy arra iszonyúan, már van, arra már volt meg. Iszonyúan finom, mondhatnád, de akkor sem esne jól nekem, viszont így dicséri. Viszont ott van a viszonyogtatóan. Uh-huh. Az nem viszonyúan, hanem ott van helye és szerepe annak, hogy viszonyogtat. De itt az iszonytatnak nincs, hiszen az iszonyúan. Nagyon nagy bőségben vagyunk. Én el sem mondom, amit én ide fölírtam, hanem szerintem engedjük a hallgatókat érvényesülni, hát ha kilövik a, például itt látom, hogy az igazándiból elhangzott-e már, érdeklődik a hallgató, nem hangzott el. Szerintem van ilyen, hogy igazándi? Mert akkor ilyen, lehet belőle. Ilyen mesebeli egy például, hogy picit olyan, mint az igaziból, amikor nem igazából mondasz, hanem egy picit olyan Forrest Gump-os lesz tőle. Hát, hogy valami kicsit nem igaz, vagy. Hanem igazi, mint... Hát nem. Tehát, hogy onnan fakad. Tehát arról, igen, a földről erre érkezett. Igen, de nem erre értik. Aha. Az igaziból az igazából jelenti, amikor használják, és nem azt jelenti, hogy ez a valódiak köréből származik, nem a hamisak köréből. Nem, az igazándiból, azt szerintem a játszásibólnak a párja az óvodában. Azt írja a hallgató. Legoptimálisabb. Na igen. Legoptimálisabb. Hát az optimális az önmagában azt jelenti, hogy legoptimálisabb. Az elvileg egyedül van eleve az optimális. Igen. Hiszen az a optimális. Nem lehet valami megoldás. Optimálisabb. Tehát most hagyjuk a leget még egyelőre. Nem lehet valami optimálisabb, mert az optimális már egy felső fok. És akkor ebből mi képezünk egy középfokot az optimálisabbal, majd egy tripla felső fokot, a legoptimálisabbal, hogy nincs hova képezni. Az optimális már a szuperlatívusz. Ebből nem kell szuperlatívuszabbat képezni, mert nem is lehet. És akkor a legesleg? Legesleg optimálisabb a negyedik hatványon? De nem az optimális esetében, csak hogy a magyar nyelvben, amikor azt mondjuk a túlzó fokkal, amit már el is fogadnak, mint túlzó fok, hogy legesleg valamilyen ebb, akkor a leget, azt így gyakorlatilag elérvénytelenik. De igen, de ez már csak a stílushoz tesz hozzá. Tehát azt mondod, hogy a legjobb, vagy azt mondod, hogy a legesleges-legjobb, ez nem azt jelenti, hogy az jobb, hanem azt jelenti, hogy te jobban el vagy ragadtatva. Halmozod. Te jobban el vagy ragadtatva. De ezzel gyakorlatilag egy sorrendet állítasz fel, mert minél több leget mondasz, annál előrébb van valami. Hát igen, nem ezt a szerepet szokta ez viselni. Tehát nem olyankor szokták kitenni a leg-leg-leg halmozatot, amikor már van egy legoptimálisabb, vagy egy legjobb, vagy egy legnagyszerűbb, hanem az tényleg csak azt akarja kifejezni, hogy hú, nagyon oda vagyok.
és a leges-leges-leg kevésbé. És akkor azt még így vissza lehet venni egyel, csak hát akkor ott elég lett volna egy legessel kevesebbet mondani. Hát vagy azt mondani, hogy semennyire. Igen. ott hol? Szerintem olyan, mint a hazudgál, hogy ez szándékosan... De is nem lehet, hogy ez valami ilyen... Meg a mink, meg a márt. Ezt inkább ilyen idős emberek használják, nem lehet, hogy ez valami ilyen nyelvi... Lehet, különbség, hogy mondják, hogy otthol, meg ez olyan, mint az itten, vagy a máma. Uh-huh. Igen, máma? Igen. Igen, ez kórház? Ez aféle tájszólás igen, is igen, lehet. Igen, igen, igen. De hogy minden esetre korábban, amikor akartak nevet adni a websájtnak, és még nem volt neve, akkor kitalálták, hogy ennek legyen az a neve, hogy Otlap. Otlap, és aztán volt néhány nyomorúságos év, hogy néhány nyomorúságos ember így hívta, és aztán megszületett a honlap kifejezés, és mindenki boldogan felejtette el, megfojtotta el ezt a nyomorult kísérletet, hogy Otlap. De hogy ez az Otlap, ez pár éven keresztül létezett, és a jobb memóriájúak emlékeznek is. Ahányszor megláttam. Írja a hallgató, hogy náluk a kukoricabigyót Pukinak hívják, és erősködik, hogy ő látta csomagoláson is. Igen, van ilyen, tehát hogy ezt én is láttam, tehát de nem vagyok benne biztos, hogy az márka, vagy mi lehet, csak engem az érdekel, hogy léteznek-e ebben az országban kukósok és cucások? Nem. De léteznek! De mind a négyen hallgatják a műsort. De ledegradál. Jaj, ezt már, erről már annyi bört lehúztak, de nem, értem. Tudod, nem, de mondjuk nem is kéne, nem kéne ez, de nem kéne ez az igekötő oda. A degradál nem. Már tartalmazza igen, az, hogy le. Van. Az már lefelé ja, történik. De. Mégis igen, megtesszük. Tudod, a gradál a tő, a de igen, az a képző, igen. És az most a le, még most itt két igekötőt használunk. Igen. Igen, és ugyanazt jelenti. Igen, és fölösleges a magyart behozni ide, hiszen önmagát tökéletesen kifejező. Tehát itt a degradál, és ráadásul ennek, hogy gradál, ennek nincs is más igekötője, csak a degradál. Nem használjuk másképp. Volt egy tanárom, nem tudok róla. Volt egy tanárom, aki azon... Felfelé is minősíthetsz valamit. És az, hogy hangzik? Nem tudom, de... Felgradál. Felgradál. Vagy ingradál lehetne, igen. Mert a de meg az in szoktam. Infláció igen. Az ingradál. De sose használtuk azt, hogy ingradál. Hát de milyen jó ez a Leningradál. A Gallamiklósra hivatkozva. Nem illik a Leningrád, igen. Igen. Hogy volt egy tanárom, aki azon akadt ki egyszer, tehát hogy nem tette rendszeresen szóvá, de egyszer akkor nagyon, hogy a fizikálisan az mennyire zavarja őt. Mondjuk ő francia tanár volt, tehát lehet, hogy ezért zavarta, már összezavarta magyarul. Tehát arról van szó, fizikailag. Fizikailag. Igen, hogy fizikálisan. Uh-huh. De egyáltalán egy fizikális... Fizikai a csirkemel. Én meg tudod, azt hiszem, hogy fizikailag és a fizikálisan mást jelent. Tehát a fizikailag az a fizikai törvényekre vonatkozik, mondjuk a gravitációra, a fizikálisan az meg a testnevelésre vonatkozik, a testépítésre vonatkozik, arra, hogy mennyire gyúrtad ki magad, vagy hány kilométert tudsz lefutni egy húzamban. Hát én azt hiszem, hogy a kettőnek különböző jelentése van, az egyiknek van egy ilyen tudományos fizikai, a másiknak meg van egy ilyen testnevelési, edzési, gyúrási jelentés tartalma. Mert emlékszel, amikor angolból először tanultad azt, hogy a tesi úgy van, hogy physical education, és akkor így mi van? Hogy nem értettem, hogy ez hogy jön össze. Tehát én még és nem hallottam soha össze. Azt a kifejezést, hogy ez fizikálisan az alábbi képlettel írható le. Meg azt se hallottam még, hogy én fizikailag nagyon keményen kigyúrtam magam, de ez még inkább létezik, de ott használják a fizikálisant inkább azt. De vannak ilyen kellemetlen élmények, amikor valaki magáról írja le azt, hogy kulturális antropológus. Hosszúval. Hát igen. Ez be is árazza a kulturálisságát, az antropológusságát annyira nem, de azért nagyjából azt is. Nos, otthon az megvolt, akkor ledegradál után volt egy ilyen külföldország, és itt mellé csapnám akkor azt, hogy Abszurdisztán, hogy a szellemes, vagy nincs is ilyen. Amikor politikai kommunikáció céljára képzünk magyarisztánokat, és akkor jelöljük, hogy nyugatos vagy keletes, hogy kumbélás reppelek, vagy klintonos reppelek. Szokott úgy kezdődni, hogy Zedország pénzneve a Zed, nem tudom, ez nektek megvan-e még. Most én bevallom, hogy én az Abszurdisztán nekem a szimpatikus, mert valami olyasmit fejez ki, amit máshogy nem tudsz kifejezni. Hát az Abszurdisztán egyrészt benne van, hogy abszurd, tehát benne van ez a
Örkény Istvánt, meg Slavomir Brozseket, asszociációs térbehozó jelentéstartalom. És hozzátartozik, igen, Szovjet Közép-Ázsia. Ez a kettő így együtt van jelen benne, és ebben kifejeződik valami, tehát kifejeződik az, hogy Kelet-Európát emeljük az örkényedik hatványra, kvázi örkényt vegyük komolyan, tehát történjen meg tényleg az, amivel az örkény meg a Mrozsek viccelődött Kelet-Európában, és megkapjuk a Szovjet Közép-Ázsiát. Tehát ez, hogy abszurdisztán, ez kifejez valamit az itteniek érzésvilágából, és abból, ahogyan megértik azt a régiót, meg azt az életet, ami itt zajlik. És lehetne ez abszurdia? Nem. Hanem isztán. Annak kell lennie. Pont attól isztán, viszont... De hát ez egy kitaláció, így is, úgy is. viszont lehetne... hát talán az Uruguay meg a Paraguay képmására lehetne valami abszurdáj. Igen, valami latinamerikai, valami... Hát abszurdília. Valami ilyesmi. Túl egyedi nevek vannak, igen. Sokkal fantáziadúsabb környék, mert hát annál jóval több törzs nem beszélt ott egymással, mint ahány az országok nevét szolgáltatta. Kaptunk egy érdeklődő kérdést, létezik az a szó, hogy sznobjektív. Hát természetesen létezik, hiszen volt is egy ilyen tévéműsor, már pedig amit a tévében látsz, az van. És az elit így döntött. Úgyhogy ez vitán felül áll, úgyhogy én erről a magam részéről berekeztem a diskurzust. Magyarítás. Létezik ilyen, hogy magyarítás? Amikor arról volt szó mondjuk a 90-es években, hogy egy ilyen Windows-t tudod, a magyar nyelvre használhatónak megpróbálod átalakítani, akkor a magyarítás és a magyarosítás kifejezések versengtek egymással. Valójában szoftverfordításról volt szó. De nem lett attól az magyar, tehát te nem magyarítottad, mindig csak egy kicsit magyarosabb lett tőle. Mire gondolsz? Hát, hogy a magyarosításban szerintem több logika van, meg több értelem. Kaptunk egy nagyon érdekes üzenetet. A magyarosítás az csak kicsit olyan jellegű, a magyarítás pedig totálisan elvégzett munka. Hogy nem magyaros jellegű lett, hanem magyar lett. Magyar lett. 100%-ban elkészült. Belekódoltak egy Rubik kockát. Van különbség, és mindkettőnek én helyt adok. Oda sereglik, írja a hallgató. Ennek mi a felszólító módja vajon? Oda seregeljen, legyen szíves. Seregélj. Legyen szíves, seregéljék oda. Gyűjjetek oda, mint a madarak. Jó, de ezzel azt hittem, hogy már túl vagyunk. Tehát egyszerűen annyi ilyen szó van, aminek így nincs meg a felszólító módja. Tehát nem, és ja, nem csak az, amit így, de nem csak ez, amit itt tanítanak iskolában, hogy csuklik, meg porlik, meg ezért. Tehát hogy ezeknél szerintem sokkal több van. Sőt, épp egy pár napja gondolkodtam, nekem most természetesen nem jutna eszembe egy. De hogyha azt mondod, hogy csuklódjon. Az már rendszeresség, mert ugye csuklódik. A csuklódik nem létező igét használjuk, hiszen annak tudunk felszólító módot adni, míg a csukliknak nem tudunk. Ezért aztán igét váltunk. Önkéntelen, reflexzerű mozgásról van szó, ezért hiába is szólított föl az illetőt a csukolásra, hogy csukolj. Nem fog tudni, csak maximum, ha hirtelen erős paprikába harap, vagy nem tudom, hogy állítja elő a csuklást. Nem szabadott volna ezt mondani, nem szabadott volna ezt csinálni, nem szabadott volna Gyurcsánynak szemeket kilövetni. Pedig tudjuk, hogy nem lett volna szabad. Nem pedig szabadott hát ez a szabadott. A szabad az nem egy ige, hogy oda tudjad tenni múlt időben, hogy szabadon. Pontosan erről van szó. Mi a helyzet? A te tőled az csak egy ilyen túlfogalmazott valami, hogy tudjuk, hogy a tőled is ez te vagy. Ez egy ilyen kis izzó. Picit ez ilyen népdalos, ilyen kipőrázós. Igen, meg magyarabb vagy, hogyha eléraksz még egy személyes névmást. Hát ez most vékony lesz. Mi a helyzet a tűpontossal, meg a tűélessel? A tűéles az semmiképp sem áll. Mert a penge az éles. Mert a tű az nem éles. Hegyes. A tű az hegyes, de a tűpontos az lehet. A hegyes az mind pont át, keresztmetszetű valami. A tű az egy pontot fúr a papírlapba, vagy a szövetbe. Az egy egyetlen pontot. Tehát mondhatjuk, hogy a tű pontos. Tehát, hogyha egy megfogalmazás nagyon pontos, arra úgy gondolom, mondhatjuk, hogy tűpontos, vagy mondhatjuk, hogy pengeéles. De nem mondjuk, hogy tűéles, és nem mondjuk, hogy pengepontos. És mi van, ha azt mondja, hogy hajszál pontos, az szerintem gyengébb, mint a tűpontos, mert a hajszál elhajlik a papíron.
Uh-huh. A tű meg átmegy rajta. És ráadásul... De ez érteni kell, kedves hallgatók, a kőpapírollóhoz is, hogy ezt olvassatok utána. Ráadásul nem. A halszáj az nem is pontos. A hajszál az, ami halszáj, pontos. Halszáj, de ezt mondja valaki, vagy most... Ezt az Oszi mondta az előbb, mondtam, hogy halszáj. Életlenül... Nem, én meg kijavítottalak. Zala megyében nem becsukják az ajtót, hanem beteszik, írja Gabi. De beám. De ez megint ilyen tájszólás. Én is hallottam, hogy okay. Csukd le a villanyt. Megint. Igen, de szerintem ez oké. Okay. CD lemez. Na jó, hát ez egy kicsit túl van fogalmazva, hiszen a CD az a kompakt diszk, tehát a CD igen. Lemez az kompakt diszk lemez. Volt, ami nagyon rokon mm-hmm. ezzel, azt inkább angolul hallom, hogy valaki azt mondja az ATM-re, hogy ATM machine, pedig ugye az ATM az eredetileg az automatic teller machine, tehát hogy kétszer van ott a machine az egészben. Igen, igen. LED dióda, ugyanez a helyzet. Ott a ez D-betű az már... állandó, igen. Igen, az igen, már maga a dióda. De föl se ismernénk, miközben tudod, mondjuk a DNS-t, azt nem DNA-ként vettük át a magyar nyelvbe. Úgy, ahogy az LMBTQ és az LGBTQ sem stimmel, tehát valamennyire magyarítottuk, vagy magyarosítottuk. Nem magyarítottuk, hiszen a leszbikus az a kifejezés, az nem magyarul van, tehát ezt csak magyarosítottuk. Ez is furán lett átvéve, mert ugye ez feltételezem Szaffóra utal. Mert ugye uh-huh. leszbosz, uh-huh. tehát hogy ugye elevesz, hogy lesbian, hogy odavalósi, tehát ugyanúgy, tehát ez az igen, ilyen de ez a, igen, de ez nem a fizikai térben lévő leszbosz, hanem ez az eszmei térben lévő leszbosz, az olyan, mint az elsüllyedt Atlantis. Az se egy hely, hanem az embernek egy állapota, az emberi civilizációnak egy foka, ami megsemmisült. És ez, tudod, ez nem a fizikai térben süllyedt el valahol Atlantis, hanem ez az elveszett paradicsom. Akkor mondhatjuk így is. És ugyanilyen módon ez a leszbosz, ez nem a fizikai térben van, az nem egy sziget ott valahol, hanem minden pillanatban, ahol két nő egymáshoz ér és élvezi, leszboszon vannak. Azt írja a hallgató, sörözős esték üvöltözős elrontója valaminek a nagyobbik fele. Ez létezik-e? Hiszen szép. A fele... De szép. Ezt most én nem értem. Hát a fél, az két egyenlő rész, nincs nagyobbik. Ja, igen, ja, igen, igen. Ez jó, hát értjük, szép. Hát a kettőbe úgy értjük a felét. Hmm. Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy bármit vágtál életedben keresztbe, soha nem sikerült két egyformára. Most arról van szó, hogy ha valakire azt mondom, hogy ő az én jobbik felem, az azt jelenti, hogy semmivel sem lehet sem nagyobb, sem kisebb, mint a rosszabbik felem, mert akkor nem a felem lenne, hanem csak a részem. De te vagy a rosszabbik feled ebben az esetben. Tehát nem az van, hogy van egy jobbik feled, egy rosszabbik feled, meg még te is. Ja, hogy ő jobb nálad. Én azt hiszem, hogy van a felettes énemet megszemélyesítő barátom, ő az én jobbik felem, meg van az ösztön énemet megszemélyesítő barátom, ő a rosszabbik felem. A jobbik ne felem... Tanásolata. Igen, a jobbik... Vagy hát ez egy metafora, ugye? Úgyhogy ebben az értelemben ő az. A jobbik felem az mindig akkor hív föl, hogyha valami kötelességemre, valami nemes célra akar engem mozdítani. A rosszabbik felem meg mindig akkor hív föl, hogyha el kéne aljasulni. Menni kéne inni, menni kéne lányokat hajtani, stb. De most ehhez az kell, hogy mind a kettő pontosan ugyanannyi kiló legyen, pontosan ugyanannyi centi legyen, pontosan ugyanakkora legyen, és pontosan ugyanakkora legyen a hatása rám, különben nem a felem. Nem a felem, mert ez fele kell, hogy legyen. De én ezt tudom elképzelni, hogy bármilyen is vagy, tehát, hogy bármennyire is vagy te így jóságban a százas skálán, mondjuk te vagy egy 76-os, így száznál lennél szent, nem az a szent, aki olmot öntett a rokonai fülével, hanem... Az igazi. Hanem egy igazi szent, tehát hogy mondjuk ott vagy te 76-oson, akkor te ezt fel tudod osztani, hogy ezen a 76-on ez az alsó 38, ez a rosszabbik feled, és az a felső 38, az meg a jobbik feled, és minden egyes ilyen késztetés, amit te érzel, az jön valamelyik tartományba. Be tudod lőni, hogy ez a késztetésem, ez most 23-as, és ebből meg tudod állapítani, hogy itt a rosszabbik felem az, amelyiket ezt akarja. Egy kis érdekesség. A patika magyarul gyógyszertál, tár, szerbül pedig szabadidőcipő. Vajdaságban patikát vásárolunk a sportboltban. Nagyon patika a patikád. Tiszta a lépőd, ugye? Patika stiló. Igen, ezt mondják a magyarok, ezt mondják a magyar... ezt mondják a magyar Dancsó Péterek a nagyon menő szerb majka papákra.
De nagyon patika a patikád. De ugye a patent az már volt, tehát azt még így Geszti Péter is használta talán. Nagyon patent a patent. Igen. De ez honnan jöhet? Ez esetleg pátosz, vagy most etimologizálok csak, hogy honnan jöhet ez? A patent? A patent, hát vagy a patika? Jelent, nem? Hát, mondjuk, hogy igen, de. Nem tudom. Ha te mondod. Csináljunk úgy, mint emlékeztek arra, emlékeztek arra a kis logóra, ami rajta volt a dolgokon, és be volt keretezve, és az volt ráírva, vagy MSZ. Nem. MSZ. És be volt keretezve. A magyar szabvány. Ez olyan, mint most a CE. Egy ilyen kötelező logó, fogalmam nincs mit jelentett, nyilván én voltam ez 3 éves, de mindenen rajta volt, hogy mzz, és én mindig el akartam olvasni, hogy mzz, és elolvastam, de nagyon haragudtam, hogy hát nagyon nehéz kimondani, mi lehet az a mzz. És ennyi. A valószínűleg, hogy ez a két szó így egymás után engem sért, de nagyon-nagyon félek tőle, hogy én, mint a magyar helyesírás szabályait a 11. kiadásban összefoglaló gyűjteménynek a követője, le vagyok maradva egy körrel, és lehet, hogy a 12-esben ezt már átengedtük. Ahogy akár lehet, szerintem hogy a ledegradált is. Szerintem nem. Ahogy a nyitvatartás nem például már lehet egybeírni. Én nem de én egyáltalán nem hiszem, hogy ez elfogadott, hogy valószínűleg hogy. Szerintem ez te abszolút hibás teljesen használat. Teljesen értelmetlen szókapcsolat. Valószínűleg, vagy pedig valószínű, hogy. Igen. Mind a kettő helyes. De a valószínűleg, hogy az ebből a két helyes formából alkotott helytelen alak. De ez valami rettenetes. De ez nem ugye... Ettől, na igen, borsózik vagy borsódzik a hátam. Mindegy. Azt majd kérdezz meg a hátadat, hogy melyiket csinálja. Hát a családban Pukinak hívjuk. De ez, amikor itt akadunk fenn azon, hogy valószínűleg, hogy itt én egy logikai bukfencet érzek, tehát szerintem ez nem ugyanaz, mint amikor valakik így habzószájjal mennek a Deviszont ellen. Tehát én a Deviszontot abszolút el tudom fogadni, már rengeteg ilyen szavunk ezt van. Ezt is elfogadta a 12. kiadás. Hát az ám bár, ám de bár, ugyanúgy ilyen ellentétes dolgokat kifejezett. Tehát a de és a viszont, ez egy ellentétes kötőszó mindkettő, és összeraktad. Az ám bárral ugyanez a helyzet. Igen, csak tudod, az ám bár, annak többlet jelentése van az ám és a ámmal és a bárral szemben. Míg a de viszont, az akár a devel, akár a viszonttal kiváltható. De miért? Miért lenne többletjelentés? Hát mondj már egy példát, ahol az ám bárt használtad. Az ám nem ugyanazt jelenti, mint a bár. Nem ugyanazt jelenti. A de és a viszont az azonban ugyanazt jelenti. Jó, de akkor mondd el, hogy mi az, ahol mondjuk azt tudod használni, hogy ám bár, és azt nem bírod használni helyette, csak simán, hogy bár. Ebben igazad van. Hát tulajdonképpen... De az ám bár meglepőbb. Ott kevésbé számítottál arra, hogy itt egy ellentétes jelentésű tagmondat fog következni. Azt hiszem, hogy valahogy így. Mi a helyzet a robosztussal, ami amúgy robusztus, meg a Kolumbusszal szegénnyel? Kolumbusz is sokszor. Kolumbusz, de Kolumbusznak hívják. Különbusz. De és a másik az ilyen, az extrovertált, ami azt hiszem most már elfogadott ami így. Extrovertált. Mert hogy intro és extra. Aha. Igen. És ez igen. Nehéz követni. De szerintem az történt, hogy az introvertált mintájára képzelték el az extrovertáltat, és így lett extrovertált. Igen, szerintem is. És az egyik vert, a másik velt? Nem, vert mindkettő. Mert az vert is lehetne még. Igen, és nem bottal. Azt írja. Ez de jó, hogy amikor csinált helyett azt mondja, hogy csináljad. De tudod, van ilyen szó, de értjük, nem, hogy kevésbé művelt. Hát meg ez nem kevésbé művelt, ez mindkettő. Hát figyelj, amikor azt mondod, hogy hadd nyissam ki az ablakot, az a hagyjadnak a rövidülése. Hagyjad hogynak rá. Hagyjad, hogy kinyissa az ablakot. Hogy hagyjad. Na igen, van a feloltják a lámpát. Igen, nem annyira oké. Nem annyira oké. Nem annyira oké. Értem, nem, de akkor legyújtják. De igen, mert az oltásban már meg benne van, hogy le. A gyújtásban benne van, hogy fel. Most szeretném tenni a koronáját a műsornak, mert 1 perc van hátra, ha már így az oltásig eljutottál, akkor takozás. Hol takozás? Igen, tehát értem én ezt a,
ezt a rendszeres műveltetés tömegesen seregélyeskedjenek oda oltásra. Nem gondolom. Azt gondolom, hogy az oltakozás az oltás felvételét jelenti, nem az oltást. Az oltást, az oltást az intézmény adja neked. Amikor te fölveszed az intézménytől, akkor az maga az oltakozás. Vagyis az oltás felvétele. Itt nem is arról van szó, hogy tagadom ezt, hiszen máskor is képzel ilyen formájú. Csak a Covid előtt ez nem létezett, ez a szó. Csak hogy előrántotta Cecília, és utána másnap a reggel 7 óra 30 perckor már mindenki tudta, és az aktív szókincséből rántotta elő, mint az elmúlt 10 évben, amikor előkerülnek ilyen szavak, mint annó mondjuk a klientúra. Olyan, tudod, hogy valahol a háttérben az ott halványan úszkált, majd valaki berántotta, tudod, a kedvenc alvállalkozók köre és a párthoz közeli számlakiállítókra mondjuk azt, hogy klientúra, és másnaptól az összes ember, aki kommunikál a köz részére, beemelte egy cikkbe. Én a jelenségtől vagyok rosszul, hogy én nem nekem van időm arra, hogy azt mondjam, hogy menj el, és oltasd be magad. Uh-huh. Azt írja a hallgató. Csináld, csináljad. Tedd, tegyed. Mondd, mondjad. Uh-huh. Szólj, szóljál. Írd, írjad. Olvasd, olvassad. Szóljál, az ugye alanyi meg tárgyas ragozás, tehát az már nem teljesen... Hát akkor szóljad. Mondjad. Igen. De nem az, hogy mond. Szólj. Én itt ugye arról van szó, hogy itt történt egy rövidülés. Itt egy magánhangzó egyszerűen kiesett az idők során, és ez a rövidült alak vált szabatossá. De én nagyon szeretem az eredeti a teljes formáját, mert nyomatékot ad. Ha azt mondom neked, hogy csináld ezt, vagy csináld azt, az csak egy mondás. Nem fejez ki olyan nyomatékot, mintha azt mondom, hogy figyeljél ide most. És nem figyelj, hanem figyeljél. Figyelj ide. Én azt sem ne így csináljad, légy szíves. Jó. Tudod, ez nyomatékot ad. Én a tárgyragnak a lesporolását nem kedvelem, amikor azt a plusztét fog elhagyja. Meg a kezem. Igen, a kezemet, én szeretem azt mondani, hogy a kezemet. Nem muszáj, értjük így fogjad is. Fogjad meg a kezemet. Komplettebb. Na ez... Igen, így nagyon szeretném kifejezni, hogy mit csináljál, légy szíves. Mert félek az oltakozás közben. Köszönjük Börzsei Dávidnak, hogy jelenlétével emelte a délután fényét. Szervusztok!